aki esetleg nem látta a hétfői találkozót, hogy az is egy nagyon szoros összecsapás volt. És úgy volt ráadásul, hogy mind az első két harmad legvégén volt gól, majd utána a harmadik harmad legelején. Tehát ott kivennénk néhány másodpercet abban a meccsből, akkor kiderül az egy szoros meccs, plusz, amit te is mondta, egy üres kapus gól is volt benne. Most jön Silvest, hatalmas sebességgel, Kármenyémi felszette a botját, és majdnem jó volt a középre passz Orbánnak. Ott ajtó ablak lett volna, eljut a címzethez. Orbán, becsorog! Vezet a Gyergyó! A negyedik perc végén Orbán lövése után aranyról megpattan a korong, és becsorog a vonal mögé. Jár a korong, palánk mellől, és a blokk mellett. Néha ilyen ez a korong, hogy átfér a legapróbb helyeken, átszivárog. Juhis szögből, kapuvas! Mindig nem volt játék megszakítás a Botola. Ott van megint egy eladott korong, és nincs bent, mert Rinne védett, ott tartotta még a bal lábát. Mamut három. Bizony. Azonnal harckészültségbe dobta magát Rinne, és még átért bal lábbal. Boros játszotta meg higgadtan a korongot, erre pedig már Farkas sprintelhet rá. Szépen el is viszi Farkas Simon. Benn van, hol ment be? Ha letérdez, a füled mellé föl tud vágódni. Egyébként lehet, hogy egy botról vágódott föl oda a fülcimpához. Farkas Simon, egy újabb fontos gól. Ugye Béja ellen a hetedik mérkőzésen ő szerezte az első gólt az elődöntőben, most pedig itt a hatodik találkozón egy egyenlítő találat. A kapu alsó karimájáról megy tovább. Belenyúltak hosszú lövés fonákkal, és az oldalhálóba csapódott a pak. Kezdünk. Erre pedig rá lehet még csapni. Szájlió. Korival viszi tovább, ez lehetőség, egy bevetődés, de ott a gól Seregé Máté. 2-1. Nem tudom, hányadik hullámba érkezett Seregé, de hol indult ez a támadás? Emlékszel, egy rossz visszatett korongból. Megtámadta a szabad pakkot a Fradi, előbb érte el, visszatett korong, pont ütőre jött Seregének, aki kegyetlenül bevágta. Turbuc, ő is lábbal veszi át, Nagy Gergő a másik oldalon, 2-1, Turbuc, megkorogol! 3-1 a Ferencvárosnak! Azt a, egyébként nem tudom, lehet-e látni, 2-1 volt, és utána Turbuc kinéz Nagyra, aki mondja, hogy old meg, mert ott ott passzáv. Turbuc pedig kihasználva azt, hogy a nagy testű kapus kijön, lövőcsellel leültettem, mondjuk egy vízilabda kapust elsülyeztesz, és utána betereli. Mérhetetlenül pimasz gól, látványos gól, időt kér a Gyergyújt, nagyon gyorsan kapott hármat. Még ezzel a menetelés, hogy eljutott ide, ugye egyszer már voltak kés a torkukon, mert hetedik meccsre kényszerültek az elődöntőben. Hoppá! Micsoda védés aranytól másodszorra! Visszcsorgott elsőre, de a másodikat védi Arany Gergő. Igen, a nyitó gólnál így átcsorgott rajta, de akkor bement. Most meg visszavetődve Bot heggyel védett egyet. Martinen megütött az első gólját Gyergyói színekben, és itt a második! Lehet, hogy beleért még Bodó középen, Martinené volt a gólpassz. Meg fogják nézni, mert lábat ért. Az a kérdés, hogy rugó mozdulat-e vagy sem, de nyilván ezt azonnal videózni fogják, és ezt szerintem a játékvezetők már jelezték is. Ha szándékos a rugó mozdulat, akkor nem gól, ha lábról pattan be, akkor 3-2-re áll a mérkőzés. Martinen az, aki annak idén még VB ezüstérmes is volt a finn válogatottal. És ráadásul az most kulcsfontosságú pillanatban van, tehát nem mondjuk egy meccs utolsó percében 3-4 gólos különbségnél. 3-2, úgyhogy Krisz Bodó a gólszerző, Martinen átadásából, megvan az a szépítő gól. Háranen. Jó van egyedül. Háranen szóló, beüti! 3-3! Eladta azt a cselt nagyon a védőknek, senki nem gondolta, hogy ő partizánkodni fog. Benn van az összes veszélyes csatár, ő hátulról jött, csinál egy testcselt, két védő kiugrik, mert biztos kidobja majd oldalra. Hát nem dobta ki oldalra, elment és belőtte. Ha nincs les, de korong sincs már meg, ráadásul ebből fordíthat. Vince révén a Gyergyó, Vince kipattan, és az pedig arany, micsoda bravúrral védi. Közel volt a negyedik Gyergyói gól.
Még egy hihetetlen támadás vezetett a Fradi, korongvesztés, kontrapont cserélt, és a átvédnek már nem volt sebessége rendesen, ezért ültették hintába, és Arany most megmentette ezzel a két védéssel. Tánka. Ráadás elején. Még. És ahogy megyünk előre az időben, egyébként annak az esélye is nő. Hoppá! Gól! Az milyen gól! A levegőből üti be a Gyergyó! Kellett mondanom, hogy nem biztos, hogy szép lesz. Indul a baseball szezon, de ez már egy előrehozott. Milyen középreadás, felpattan, és levegőből, és a hátvéd egyébként majdnem kiszedte kézzel. Chris Bodo! Épp azt kezdtem fejtegetni, hogy ahogy megyünk előre az időben, lehet, hogy ez a meccset eldöntő gól is lesz egyben. Arany sisakja is hozzáért, Hrabal kézzel, kesztyűvel, de bent van a Gyergyó negyedik gólja. Szonytú nagy lendülettel szépen hozza be a korongot. Betridge. Van kipattanó, és van egy blokk. Betridge nem tudja beütni. Visszaszlájdolt, visszacsúszott Rinne. 15 és másodperc, még elmarad a korong. Tránka nem tudja elszedni. Vince Péter viszont igen. Kicsit öli az időt is, már csak 3 másodperc. És a Gyergyó megnyeri a mérkőzést 4-3-ra. Hetedik meccs dönt idén az Erste Liga győzelemről. 0-2-ről és 1-3-ról is visszajön ebben a párharcban a Gyergyói Hoki Klub. A mérkőzésen belül pedig szintén 1-3-ról megfordítják egy zseniális utolsó harmaddal a vendégek, és nyernek 4-3-ra itt a Tüskecsarnokban. Egészen drámai. Szinte a sírból oszta vissza ezt a párharcot a Gyergyó. És a mai meccs utolsó harmadára gondolok. Az azért ez nem semmi. Néhány ferencvárosi játék is annyira elfáradt, hogy összegörnyedve állt. De hát idén a elődöntőt meg a döntőt nem adják hét mesnél alább.